A Minecraft zenéje nem csak a játékosok szeretete miatt különleges. A Minecraft zenéje nem éppen egy tipikus, megszokott játékzene. A Minecraftban nem csak automatikusan induló zenék vannak. A játékos is képes más számokat hallgatni a zenelemezek segítségével. Utóbbiakról azonban már beszéltem egy korábbi videómban, így most a játék háttérzenéjéről lesz szó. Ahhoz, hogy hangsúlyt kapjon ennek a videónak a mondani valója, először meg kell értenünk, hogy hogyan készült el a Minecraft zenéje. Képzeljétek el, hogy azt a feladatot kapjátok, hogy írjatok zenéket egy olyan játéknak, amelyben határtalan tájakat lehet felfedezni, szörnyekkel lehet megküzdeni, dungeonöket lehet felkutatni, kincseket lehet keresni, városokat lehet építeni és felszerelést lehet készíteni. Ezek alapján a legtöbb ember választása egy grandiózus, epikus zenekari zenére esne, mint például a Skyrim zenéje. Ugyanakkor ott van a Minecraft pixeles, retro stílusú kinézete, amelyről egyeseknek a régebbi Zelda játékok zenéje juthat eszébe. Nos, Daniel Rosenfield, ismertebb nevén C418 volt az az ember, akinek egy ilyen szituációval kellett szembenéznie, amikor felkérték, hogy írjon néhány zeneszámot a Minecrafthoz. Ő egyik irányba sem indult el. Helyette olyan zenéket kaptunk tőle, amelyek így hangzanak. Nem zenekari, nem retro stílusú, hanem egy minimalista, már-már melankólikus dallam. Elsőre nem gondolnánk, hogy a Minecrafthoz ilyen zene illik. Nos, eredetileg C418 sem így tervezte. A legnagyobb probléma a Minecrafttal zeneszerzés szempontjából a szabadság, illetve a szabadság által okozott korlátok. De mit is jelent ez a gyönyörű oximoron, ami az imént elhangzott, és amit minden költő megirigyelne? A Minecraftban nincsenek célok, amelyeket teljesítenie kell a játékosnak. Tulajdonképpen a Minecraftban nem létezik olyan szó, hogy kell. A hangsúly a lehet szón van. Más játékokban általában akkor indul el egy adott zene, amikor a játékos egy adott környezetbe ér, így a kettő összepárosítható. A Minecraftban azonban ez nem megoldható, habár eredetileg C418 is ezt szerette volna elérni. Az eredeti terv az volt, hogy a Minecraftban biome függő zene legyen. Tehát ha a játékos egy erdőben van, erdei zene szólt volna. Ha egy csónakban ülve szeli át az óceánt, óceáni zene szólt volna. A barlangokban rejtélyes barlangi zene hallatszódott volna. Sőt, sok más játékhoz hasonlóan harc zene is lett volna, ami akkor indult volna el, amikor a játékos szörnyekkel harcolt. De a fő probléma az volt, hogy a Minecraft szabadsága miatt a játékos könnyedén és gyorsan mozoghat a különböző biomokban, és ezért a zenéknek is gyorsan kellett volna változniuk. És ez egy elég rossz zeneélményt nyújtott volna a játékosoknak. Ezért C418 egyetlen lehetősége az volt, hogy egy olyan általános zenét ír a játékhoz, amely minden szituációban helytáll. Pontosabban nem lenne ellentmondásos azzal, ami éppen a játékban történik. Ezt hívják ambient zenének, amit magyarul háttérzenének vagy környezeti zenének fordítanánk, de ez a megnevezés nem helytálló. A magyar fordítás egy hangulatfokozó, adott helyzethez vagy környezethez illő hatáskeltő zenét sugall. Az angol kifejezés viszont egy hangulatmentes, semleges, nem tolakodó zenére utal, amely egyszerű, ismétlődő harmóniával és homogén dinamikával rendelkezik. Így azt gondolhatnánk, hogy a Minecraft zenéje csak egy kitöltő zene, amit nem azzal a szándékkal írtak, hogy hallgatva legyen, hanem azzal, hogy kitöltse a csendet. Sokan ezért keverik össze a két fogalmat. Azt hiszik, hogy ez a fajta zene, ez a műfaj egyenlő azzal, amit liftekben vagy telefonközpontok várakozó zenéjében hallhatunk. De ez a meghatározás téves. Ez nem az ambient zene. Ha helyesen és mégis egyszerűen kellene megfogalmazni, azt mondanám, hogy olyan zene, amely annyira ignorálható, mint amennyire érdekes. Ezért annyira különleges és egyedülálló a Minecraft zenéje. Szólhat a háttérben, ahol figyelmen kívül hagyja a játékos. De néha pont a tökéletes pillanatban szólalhat meg, és így kiegészíti azt, amit a játékos éppen csinál. Például éppen az első házát építi meg, amikor megszólal az egyik szám. És valahogyan részévé válik a ház építésének.
Amikor évekkel később visszahallgatja a játékos ezt a számot, eszébe fog jutni az a nap, amikor azt a házat építette. Vagy a játékos éppen hazafelé tart egy csónakban az óceán közepén, és ahogy megy le a nap, egyszer csak megszólal az egyik zene a háttérben. Megint csak kiegészíti a pillanatot. A Minecraft zenéje más nagyszerű videójáték zenékkel ellentétben nem olyan, amilyenre a játékos számít. Váratlan. Most, hogy megértettük, hogyan készült el a Minecraft zenéje, rátérhetünk a videó második részére. Elemezzük a Minecraft zenéjét. Anélkül, hogy bármiféle kotta elemzésbe kezdenénk, ezt a részt azzal kezdeném, hogy a Minecraft zenéjének nagy része zongorán szólal meg. Aki jártas a zenében, annak esetleg feltűnhet, hogy ez a zongora nem úgy szól, mint egy valódi zongora. Érződik benne, hogy kissé tompább, kevésbé éles, lefokozott, mesterséges. Ez is szándékosan van így, mert így sokkal organikusabban szól, részben elektronikusan, részben akusztikusan. A zene tehát szándékosan rossz minőségű, és mégis jó. Akárcsak a Minecraft. Amikor az emberek elsőre meglátják a Minecraftot, sokan nem értik, hogy miért játszanak mások ilyen kinézetű játékkal, amikor sokkal szebbek is léteznek. Nos, azért, mert a Minecraft rossz minőségű, de jó. Pont mint a zenéje. És a Minecraft zenéjének számos részében megjelenő akkordhosszabbítások egy érett, telt, már-már jazzes stílust adnak neki a lefokozott minősége mellett. Ez pedig nagyban emlékeztet Erik Satie zenéjére, aki az ambient zene egyik korai képviselője volt. Szóval, aki szereti a Minecraft zenéjét, az talán Satie munkáit is kedvelni fogja. A Minecraft zenéje rengeteg támogatást kapott a játékosoktól az évek alatt, de én mégis úgy érzem, hogy nagyon alul értékelt. Ikonikus zenéje nélkül a Minecraft nem ugyanaz. A kettő egybefort az évek alatt, és ma már egyiket sem tudnánk elképzelni a másik nélkül, mindegyik a másikat juttatja eszünkbe. Ez nagyon kevés videójátékról mondható el. Sőt, szerintem a Minecraft zenéje az egyik legjobb a videójátékok történetében. És még ha valaki érti is a minőségét, itt ennél sokkal többről kell beszélni. És ez a valami az, ami megkülönbözteti más játékzenéktől. Hiszen akár több száz óra után sem válik unalmassá, és a visszatérő játékosoknak olyan szintű nosztalgiát ad, amilyenre semmilyen más zene nem képes. C418 stílusa igazán rendkívüli. Bárki képes felismerni bármelyik zenéjét csupán néhány másodperc hallgatás után. Egyszerűek, mégis beszédesek, akár a Minecraft. Minimalisták, mégis összetettek, akár a Minecraft. A kották általában szűk spektrumú hangjegyekkel dolgoznak, a hátteret húrok vagy szintetizátorok töltik ki, az alsóbb szinteket pedig basszus hangok, míg a fő dallamot általában zongora vezeti. Effektekkel hosszabbítja, ismétli, finoman eltorzítja a zenéjét. Egy szóval, a zenéi furcsák, és ezért tökéletesek a Minecrafthoz. Az első három zene, amit elkészített, a Minecraft, Clark és Sweden nevet kapták. Hallgassátok meg őket! Ugye, hogy nektek is előtört egy csomó Minecraftos emlék ezeket hallgatva? Ezek a zenék a zongora és a szintetizált húr keverékei. Egyszerűek, de mégis a legjobbak közé tartoznak mindközül. Tökéletes bevezetői az album témájának. Ezek a zenék számomra nyugalmat, de egyfajta melankóliát is sugallnak. Olyan, mintha a háttérben a hangjegyek között egy furcsa, absztrakt, szomorú hangzásuk is lenne, párhuzamosan a nyugtató résszel. A magány érzetét adják, amit a játékos is érezhet, amikor a Minecraft világában járkál. Tökéletesen tükrözi a Minecraft élményét. Nyugtató, de komor. Ilyen volt a Minecraft, mielőtt bekerült volna a többjátékos mód, és nem meglepő, ha azt mondom, hogy ezek a számok is a többjátékos mód előtt születtek. A következő négy zene a Subwoofer Lullaby, Living Mice, Hackstrom és Danny nevet kapták. Mindegyikben hasonló karakterek jelennek meg, és mindenféleképpen mások, mint az előző három szám. Hallgassátok meg őket!
ezek már egyfajta alkotási vágyat ösztönöznek a játékosban. Mintha azt sugalnák, hogy próbálja meg felvenni vagy letenni egy blokkot. Tegye meg az első lépéseket. A szerkezetük miatt egyfajta térérzetet adnak. Egy második világ érzetét, ahova elmenekülhetünk a valóság elől. Ezután hallgassunk meg két ikonikus darabot, az Oxygen és a Key című számokat. Ezek nagyon rövidek és kicsit furcsábbak is, mint a többi. Hallgassátok! Ezek a leginkább ambient zenék. Egyszerűen muszáj az angol nevet használom, mert ahogy azt korábban is említettem, ez írja le pontosan a jelentés tartalmat. Viszonylag eltérő, szabálytalan hangok, rövid kitörései, átitatva némi visszhangzással, enyhén megszórva némi dallammal. Ezek képviselik a Minecraft végtelen természetét. Annak az érzetét keltik, hogy tényleg egy tágas, határtalan térben vagyunk. Az utolsó három, amiről beszélni fogunk, a Dry Hands, Wet Hands és Mice on Venus. Hallgassatok bele! Ezek a legdallamosabb, mégis legbonyolultabb zenék a játékban, holott valójában szinte csak zongora hallható, némi egyéb kisegítéssel. Ezeknek már nincs olyan egyértelmű jelentésük, mint az előzőeknek. Ezek azok a dallamok, amelyek mosolyt csalnak az arcodra, miközben Minecraftozol. Hiába követik az előző zenék folytatólagosságát, már nem adnak hozzá annyit a játék narrációjához, mint korábbi társaik. De ez nem csökkent az értékükön. Számomra minden egyes szám a játék valamely részét képviseli. Bemutatják, hogy milyen érzés a Minecraft-tal játszani. Ezek azonban csak azok a zenék voltak, amelyek az Overworld-ben hallhatóak. Ezek a legismertebbek. Ugyanakkor nincsenek mobokhoz vagy biomokhoz kötve, éppen ezért elsősorban magához a játékoshoz kapcsolódnak. Személyre szabott hangbeli élmények. Bárki megírhatta volna a Minecraft zenéjét, és a játék ugyanúgy sikeres lett volna. De C418 a Minecraft szellemét, esszenciáját fordította le hangjegyekre.